Polónyi István hegedűtanár országos hírű képzést vezet a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban. A Budapesti Fesztivál Zenekar művésze, de gyakran zenél együtt egykori és jelenlegi tanítványaival is. Olyan motiváló erővel bír, olyan könnyedén veszi rá ezeket a kamaszokat, hogy 4-5 órát gyakoroljanak egy nap. Sokat foglalkozik külön a diákjaival, nem csak a hegedű óra keretein belül, közösen biciklizni szoktunk járni, van, hogy csak elvisz ebédelni minket, nagyon törődő. Amikor elkezdtem tanítani, azt éreztem, hogy nagyon akarok segíteni a növendékeknek. De igazából nem tudtam, hogy hogyan, és ez engem foglalkoztatott. Rengeteg energiát belefektettem. És valahogy annyira akartam, hogy rögtön a legelső növendékemet fel is vették a Zeneakadémiára. Feladatokat kell mindig eléjük állítani, akadályokat, amiket át kell ugrani. És csomó álmatlan éjszakán van emiatt, hogy akkor most mi legyen a következő lépés. Én akkor tekintek valakit mesternek, hogyha ezt a pályát hivatásszerűen űzi. Ez nem lehet olyan, hogy bejövök ide, délután 3-kor és este 8-kor kimegyek, becsukom az ajtót, és akkor vége. Az én egész életemet meghatározza az, hogy én itt tanítok. Egész életemet tulajdonképpen kitölti. Amikor nem vagyok itt, akkor is az jár a fejembe, hogy most mit tudnék még segíteni neki, és nem csak szakmai téren. Amikor már én együtt játszom velük, akkor igazából már nem is tanítvány és tanár viszony van közöttünk, hanem egyenrangú partnerek vagyunk. Akik kevésbé ügyesek, azokkal is nagyon szívesen foglalkozok, mert a cél az mindig a megtett út. Nem az, hogy tud valaki hegedülni. Az én feladatom az, hogy az akadályokat elhárítsam az elől, hogy a te tehetséged kifejezésre tudjon jutni. Ez a titka a boldogságnak szerintem, hogyha az ember magából kihozza azt, ami benne van, amit kapott a föntől.